Szevasztok! Meleg van mi? Látjátok milyen szép gyönyörű rend van az asztalon, meg a polcokon? Drágám megcsinálta. Csak közben ez a selfie rúd vagy mi ez, amire rárakom a telefont, ez megint tovább görbült. halad, ilyen a világon nincsen. Nem nyúl hozzá senki egész nap, aztán egyszer csak megfogod egyik napról a másikra, aztán teljesen máshogy van görbülve, mint előzőleg. Én nekem ez magas. Ugye megint egy új kameraállásból dolgozunk, igaz, hogy csak néhány fok a különbség, de wide szeműek biztosan látják rátérve a sorozatra, adtam egy féket ott az elején, hogy bemutattam a bákszot, hát azt hitted, hogy akkor erős sorrendben lefele haladunk majd, aztán beraktam a sok alsó házit, és akkor most itt az újabb meglepetés. Hát micsoda csodálatos dolog. A Kansas City Chiefs-et beillesztem ebbe a sorba, hogy azért legyen már valami barátja a tampának a liga tetején, és akkor így Chiefs ma sorra kerül. Hát kezdvezve szerintem biztos nagyon meg vannak elégedve, mert amit a hold szezon elején kitaláltak, hogy meg kell oldani, azt megoldották szinte teljes mértékben. De mondjuk ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve csodálatos lesz minden, mert hát annak idején a Chicago Bears is úgy volt vele, amikor Kodi Párki kapufát rúgott, hogy fiúk, egy dolgunk van, a hold szezonban, rúgót szerezzünk. Megoldották, találtak rúgót, minden más elromlott egyébként. Tehát, chiefs Chiefsnél is így voltak, hogy hát, amit kitaláltak, hogy támadó falat, megkerülsítették a támadó falat, a támadó falat, kétségtelen, és minden más egyéb, az nem számít. Mert most az volt a Chiefsnél, hogy egyértelmű zászlójukra tűzték, hogy még egyszer ilyen nem történhet meg, mint ami buccaneers Szellen megtörtént, hogy kiállunk cserefallal, ugye 5 négy helyen cserefallal, és átjönnek rajtunk, hát nehogy már, nálunk ez a világ legerősebb csere támadó fala. És a kezdő az milyen lesz? Hát az már mindegy. De hogy a cserék igen jók legyenek, úgyhogy most itt hoztak, nem tudom, 9 vagy 10 támadó fal játékost is, olyanokat, akik kezdeni fognak, de akik egyébként megnézik majd, azok között is nagyon-nagyon sok rutinos, és hát máshol kezdőbe berakható játékos van. Úgyhogy hát ilyen szempontból kész van a Chiefs, nem lehet mondani azt, hogy hogy visszafogták volna magukat, nagyon-nagyon aktívan és céltudatosan csinálták a dolgukat. Csak közben itt azért felmerül a kérdés, hogy a többi poszthoz megfelelően nyúltak-e, vagy azt kicsit elhanyagolták-e. Mert hát azt mondanom sem kell, hogy egyébként a csapatnak a célját az nyilván megnyerni a Super Bowl hát minden évben az a cél, mert ahhoz megkapta 10 éves szerződést. És hát nyilván, amíg ő ott van, amíg ő végig az azóta, nagyon kutyába nagyon nehéz lesz lemenni. Tehát az ismeritek ezt, hogy franchise quarterback a helyén van, onnantól kezdve nagyon nehéz elrontani a szezon. Akár a hold szezont, akár a komplett átigazolási piacot, draftot egyesével lebontod, csinálhatsz hülyeségeket, nagy bajod nem lesz. Erre azért láttunk példákat csodálatos Indianapolisnál is megtörtént. Tehát Paytonnak az utolsó éveiben már nagyon-nagyon ritkán hoztunk neki segítséget, mert nagyon ritkán sikerült normálisan draftolni. Veteránt sose hoztunk, ugye? Aztán mégis az a kérdés, a 13-at nyerünk, vagy 14-et? Na hát most a chiefs is nagyjából így vannak, hogy még hogyha el is rontanák, kicsit félre menne ez a holt nyilván attól függetlenül nem lehet őket kibombázni a playoff helyről, szóval nagyon-nagyon puhára tudnak esni, akkor is, hogyha nem jönne be ez a holt tevékenység, de hát mi most azért vagyunk itt, hogy átkaparásszuk, hogy biztosan az-e a legjobb megoldás, biztosan így van a legjobb esélyük a győzelemre, amit kidönt, eldöntöttek, hogy csinálni akarnak. Mert amellett, hogy teljes mértékben rákoncentráltak, hogy akkor a támadófalra, támadófalra azért megkérdezem, hogy lehet-e tartani a szintet egyrészt a defense-be, mert ott azért akár mennyire is szeretik Spagnulót, azért voltak felül teljesítések, és voltak olyan arcok, akiket azért olykor el kellett dugni a pályán, hogy jaj, csak arra nem menjen ember, és hát ehhez képest olyan marha nagy vérfrissítést nem láttál. Sőt, még ugye most Frank Clarknak van egy ilyen ügye megint, ki tudja, hogy vele mi lesz, hogy a játékra alkalmas bevethető lesz-e, vagy el lehet küldeni úgy, hogy beragad a fizetése, nem ragad be. Hát ez a jövő zenéje, mire odaérünk már, hogy kezdődik a szezon, akkor majd jobban kitérek erre, mert valószínűleg lesz ítélet, ha most még nincs, de egyelőre keretben van. De így vagy úgy, amikor majd látjátok a kezdőcsapatot, amit egy megálmodtam, én ott már egy kis vérfrissítést azért beraktam, és hát amennyiben ez így megtörténne, és jönnének új fiatal arcok a kezdőcsapatba, hoznák a fiatalságot, lendületet, frissességet, mint ahogy egyébként évről évre ez megtörténik, mert korábban is, mert elsősorban a ugye? De ott azért rendszeresen volt olyan az elmúlt években is, a Meholms korszakban, hogy ha hát beraktak egy-egy újat, jó, bevált, jött a következő, de hát az úgy működik, tehát hátul az működik. Én a front 7 még ott elnézegettem volna, hogy azért a Chris Johnson kívül valami playmaker biztos nem kell. Jó, hát ott van a Frank Clark, legjobban fizetett Pesztereserek egyikkel a világon, de hát, hogy rajta kívül valaki nem kell, nem nagyon van pénz. Minden pénz támadó falra elmegy. Ja, hát ez, az, ez egyik része, a defense, ami hát tudjuk, hogy egy fluktuáló műfaj, ezt minden egyes alkalommal el kell mondanom, amikor egy jól teljesítő defense beszélünk, hogy hát semmi sem garantálja, hogy ez így is marad, de az viszont tény, hogy úgy marad, hogy továbbra is nyerő helyzetben lesznek már a defense, meg a csapat is, mert valószínűleg is sokat fognak vezetni, meg hát sok olyan meccs lesz, ahol hát borzasztó nagy favoritnak számítanak majd. Előnyből focizás, egyértelmű passzituációk, tudjátok, hogy működik ez, mitől könnyű a defense -nek? A másik kérdéses dolog pedig, ami a személyzetet illeti meg a játékos politikát, az a labdás embereknek a kérdése, hát nem elsősorban a futókra gondolok, hanem hogy kinek dobálja a remek Petrik majd a labdát, mert hát a Super láttátok, nem? Azért a kedvő csapatban a Byron Pringle volt beírva, amennyiben az amerikai feedet néztétek, mert hogyha németül néztétek, akkor nem volt kiírva a kezdőcsapat a Bowl-on, de hogy esetleg láttátok más, nem a PDF-et leszetted, hát Byron Pringle volt a kezdő wide receiver. Szóval, hogy, hogy ehhez vannak szokva. Maradtak, de Marcus robinson de hát, hogy arra a pozícióra nem kellett volna erősíteni jobban. Drafton hoztak egyébként játékost, csak hát én ezen gondolkodok el, mert meg volt náluk azért arra tendencia, meg akarás, hogy akár a Juju Smith-Schuster jöjjön, adtak neki egy szerződést tervezetet, de nem írta alá, és hogy ennyiben ki is merült, és akkor maradt az, hogy akkor a draftról hoztak egy tájteret, meg egy Bright receiver szerintem mind a kettő rendkívül ügyes egyébként, nagyon jó az a cheese draftja, ha már itt tartunk, 6-ból 6 játékos, el tudom képzelni, hogy ott lesz a pályán, azért az durva, pedig a vége az már hatodik körbe jött, Szóval a Traft az jó volt ilyen szempontból, csak hogy itt van egy adott gárda, amelyiket hát Super vágyik, nagy eséllyel bejut, ugye a legjobb, legmagasabb over under nekik van, ami a győzemek számát illeti, tehát azt gondolhat, hogy egy kósza veterán csak aláír azért, hogy hát a közel kerül a gyűrűhöz, de nem írt alá semmelyik, hanem itt a saját garnitúrából dolgoznak, saját nevelésre. Érdekes dolog ez. Mert hát, hogyha arra gondolsz, hogy éppen lejárt a szerződésed, hát valahol tudnál segíteni, csak a csísz az első, amelyik eszedbe jut, nem? Ha csak szuperbó voltak előző évben és azelőtt is, egymás után háromba azért nem könnyű bejutni. Bár nem olyan régen a New England megcsinálta, azelőtt a 90-es években ugye Bills, ők nekik négyszer sikerült, de egyébként nem annyira jelzelemző, hogy egymás után háromszor szuperbóban ennyi, hát most ők arra pályáznak, és ehhez azért nem árt, hogyha vannak veszélyes emberek, akik labdával is veszélyesnek maradnak, nem csak labda nélkül. Mert hát azt azért mindig várjuk, amikor chiefs beszélünk, hogy mikor térnek vissza az, az igazán exploszív, kreatív támadó játékhoz, ami Mahomes első kezdő évében ugye meghozta az 50 touchdown, de azért az előző évben azért voltak olyan mérkőzések, amiben könnyebben belealudtál. Most ezek a ilyen konstans résztvevők azért megvannak nyilván, tehát most nem lesz rosszabb, Kelsey továbbra is megfogja a tehát hogyha arra dobják, Tyreek továbbra is gyorsan tud szaladni, tehát ezek ilyen alapvető dolgok, ezekkel mindenki kalkulál, hogy így kell, hogy maradjon. Andy Reid normálisan berajzolja a pléjeket, Erik Binemi itt maradt, Binemi itt maradt, ki tudja, hogy hanyat szól, hát egy utolsó nekifutás, aztán jövőre adnak neki egy kis porot, most már muszájból, mert már mindenkinek ciki, hogy nincs neki. Aztán hát, lehet ki tudja, hogy mennyit ad hozzá, meg hogy jövőre mennyi fog hiányozni, de hát most még akkor egy nagy rohanás, általában sikerül pótolni a koordinátorokat, de hát egyszer csak elfogy az a széria is. Mindegy, most még nem probléma, most még ugyanaz a zenekar még egyszer neki megy, de hát kérdés, hogy az a zenekar az elége még egy ilyenre. Nem azért, mert tavaly nem nyerhettek volna a legjobb összeállításban, hát persze, hogy nyerhettek volna, de hát legjobb összeállításban minimum egy szoros meccset tudtak volna játszani, aminek a végén lehet, hogy kikapnak, lehet, hogy nyernek legjobb támadófallal, mármint erre gondolok, és hát akkor lehet, hogy azt mondják, hogy hát akkor nincs ez semmi probléma, nem azon múlott, nem az elkapókon múlott. Oké, okay, én ezt megértem, annyira látványos volt ez a Super Bowl, de egyébként magának a csapatnak a robbanékonysága, meg a ponzuatok azért marad el szerintem, mert sokkal kevesebb olyan ember van, akitől úgy nagyon rettegni kell, mert a kelsey meg a Tyreek-től rettegni kell, már is legtöbb liga csapatnál előrébb vannak, tehát ők a liga él csapataival versenyeznek elsősorban, nem úgy az NFL 32 ével, bármennyire is jól hangzik így 31-jel, mert saját magukkal nem versenyeznek. Tehát hogyha mindenki így felszívja magát, akkor nyilvánvalóan ebben az összeállításban is alkalmasak rá, hogy megnyerjék. Hát miért lehetnének rá alkalmasak? Ebben a szempontból én a mentális hozzáállásra vagyok leginkább kíváncsi, hogy most akkor nagyon meg akarják mutatni, olyan, hogy elpicsázták őket a szuperból, most akkor hogyan tovább, most akkor csak azért is, csak azért is felírunk 50-et, vagy úgy vannak vele, hogy jó, hát lesz valahogy beverekedjük magunkat a playoffba, mondjuk első helyen, de hát egyébként nem az alapszakaszba kell megváltani a világot. Mert amikor ugye Mahomes bemutatkozott, akkor azért arról volt, hogy na, akkor mutasd meg öreg, hogy akkor mit tudsz, miért vagy itt, miért kellett a csodálatos Alex Smith-t elküldeni miatt a te szemét. És hát akkor azért megmutatta, hogy na hát ezért és utána ugye aznak az évnek a végén kikaptak, mert hát beugrott D4, nem jutottak be a Super Bowlba, a New England ellen bukták az AFC döntőt, utána megint csak meg kell mutatni, nem, hogy csak azért is bejutunk, csak azért is bejutunk, most csak azért kell majd megmutatni, hogy hát látod, kikaptak a Super Bowlban csúnyán, de hát nem mindegyikre ugyanaz volt a reakció, hogy ott hirtelen döntöttek volna mindenkit az alapszakaszban, hanem azt mondja, hogy jobb menjünk be play aztán majd ott. Vagy bejutnak a play hát az nyilvánvalóan a is elmondtam, hogy hát nincs olyan kimenet ennek a szezonnak, még hogyha minden bajuk is van, ha Mahomes végig hát akkor playoff megvan. És onnantól kezdve meg új időszámítás, ugye. De azért nem mindegy, hogy playoff bemész első helyen, vagy bemész utolsó helyen, hetedik helyen. De hát itt már hamar eldőlhetnek a dolgok, mert hát nyilván a Chiefs úgy számolgat, hogy nekik az első hely az, ami az elvárás, van realitása. És hát nagyon hamar igen jó helyzetbe kerülhetnek, mert azok a csapatok, akik szintén ilyen első helyre pályázhatnának játék alapján, nagyon gyorsan szembe kerülnek a Kansas City-vel. Mert játszanak a cleveland az első körben, Baltimore ellen a második körben. Így indul a szezon. Most azokat lepofoznák, teszem azt, már megvan a tiebreaker, és akkor játszanak az ötödik héten azt hiszem a Buffalo-val, meg két hétre rá Tennessee-vel, akik ilyen csoport elsők folyamatosan, playoff részt folyamatosan, és gondolj bele, a hetedik forduló lemegy, és akkor az összes ilyen konkurenciát jelentő csapat, az már a tiebreaker-t elveszíti a Chiefs ellen. Itt onnantól kezdve nekik is belefér, hogyha adott esetben egy, egy borongós délutánon Denverben mondjuk elcsúsznak, aztán ott kikapnak, vagy nem tudom, hogy milyen mérkőzéseket lehet még mondani, ami ilyen váratlan vereség lenne, amennyiben a Denver nem szerzi meg azt, akit meg akar szerezni. Öt meccset játszanak majd főműsoridőben, úgyhogy mindenki fogja őket látni bőven. Én kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valami változás ahhoz képest, amit tavaly láttunk, egy játék mennyire reagálnak arra, ami működött Mahomes ellen, kitalálnak valami újat. De hát elég igaz, igazából itt a Chiefs kapcsán az a kérdés csak, hogy hogyan jönnek majd a győzelmek, mert az, hogy jönni fog, azt nyilván azt sejtjük, csak az, hogy ehhez kell-e valami extrát hozzáadni a korábbiakhoz képest, vagy ugyanazt darágatják tovább. Minden esetre az első hely az, ami a csoporton belül jelen pillanatban, hát úgy néz ki, hogy ez meg kellene fogni valahogy, hiába jött ide a Chargers-t, élére hiába édesgetik Denverből rodgers -t. teljesen mindegy, az az ő csoportjuk már évek óta, és hát leginkább hogy az EFC első hely is úgy néz ki, hogy amennyiben ledominálják a konkurenciát, akkor az meg lehet megint. De ha teszem azt nem sikerül, nem valaki beerőzi második, harmadik helyre visszacsúsznak, akkor mi van? Akkor sincs semmi igazából, mert a fontos pozíciókban megvannak. Na most, ami miatt így gondolkodunk, hogy biztos jó, ez biztos nem, azok meg a kiegészítő szerepkörök, és most már itt tartunk, hogy itt az élcsapatok között az dönt, hogy ki mennyire mély. Ugye a Buccaneers, ők nagyon mélyek. Cleveland, szintén rettentően, csak ott azért kérdéses, hogy a legfontosabb pozíciókban fel tudják-e venni a versenyt, tehát leginkább Baker, fiam. Illetve mondják, hogy Baltimore is nagyon mély, meg a Buffalo is nagyon mély, de a Chiefs esetében a támadófal az most mély. A többi csapatrészt azt meg akkor nézzük meg most, hogy a kezdőcsapaton csapaton kívül kik azok, akik versenyre keletnek, és mekkora szerepet kaphatnak, és az úgy jó-e. Kezdjük akkor a támadó falal, hát azzal nagyon sok munka volt. Egyrészt ugye Austin Rydernek, a centernek lejárt a szerződése, és neki jelen pillanatban nincs csapata, amikor én ezt felveszem ezt a videót. Nincs kizárva, hogy visszatér a csízbe, nincs kizárva, hogy máshova szerződik, szinte maga se tudja, hogy mit akar, nem értem, miért húzódik el ennyire az ő ügye. Minden esetre leigazolták Blightot a Ramsből, aki volt center is gárd, is, holnap kéne meccset játszani, akkor szerintem ő lenne a center. E a támadó falból Mitchell Schwartz, akit kivágtak, ugye egy legjobb jobb tekül volt, lehet, hogy ő vissza is vonul, nincs egy hivatalos bejelentés. Kivágták Erik Fischert, aki hát már biztosan nem fog visszajönni, mert ugye aláírt a kolcba, ő volt a legrégebben a csapatnál lévő játékos. Ugye 2013-ban választották ki, csak úgy, mint a fullback Anthony Sörment, utóbbi visszavonult, Fischer távozott illetve a falból még kelecsi oszemele is távozott, egy ilyen egyéves villámlátogatás volt az övé. Helyettük akkor érkeztek emberek a támadó falba. Egyrészt Duvernay Tardif visszatér, azok után, hogy ő Kanadában harcolt a vírussal, és hát úgy néz ki, hogy itt visszatér a korteremből a pályára, nem volt annyira kiemelkedően jó játékos, amikor a pályán volt, ezt azért mindenki, mindenki látta, de benne bíznak. Azért, mert amikor ő a pályán volt, akkor nyertek. Előző évben nem volt a pályán, és a végén nem nyert egy gyűrűt. Szóval nem jobb játékos, mint a többiek, akik ott vannak a guard poszton, de szerintem érdemei elismerése miatt belakják a kezdőcsapatba, ha csak edzésen nem lesz egészen bűnrossz. De hát előbb-utóbb, amikor elkezdődik az edzőtábor, akkor az első csapat, amikor felmegy nulla snappel, akkor szerintem őt odaállítják pusztán érdemei elismerése mellett. De tény az, hogy ezen a guard poszton azért nagyon nagy verseny lehet amennyiben Duvernay Tardif nem hozza magát, vagy nem hozza az elvárásokat. A másik poszt az egyértelműen Joe Tuni napjaink egyik legjobb gárdja, jelentős pénzt fizettek ki neki, is a New Englandből áttette a székhelyét ide, ezzel egy pozíció megoldódott, szóval most lehet, hogy hátradőlnek, de hát valójában tavaly sem azzal volt baj, hogy a kezdőnek nem ment. Ha kibírja Tuni végig, akkor hát csak javulás lehet. Elhozták Baltimoreból Orlando Brown aki ugye nagyon szeretett volna vakoldalon játszani, itt most megkapja a lehetőséget, hogy vakoldalon játszon. Egyelőre nem túl sok pénzért, de mutatja az elköteleződésüket, hogy akár az első körüket is beáldozták érte és hát neki majd jövőre kellene elég szép summát kifizetni, amennyiben itt is át tudja menteni a Baltimoreban látott formáját, és akkor ott hirtelen lesz két olyan játékosuk is, aki a liga élmezőnyébe tartozik már, ami a fizetést illeti, de ez már a 2022-es probléma, egyelőre annyit szeretnék, hogy Orlando Brown váljon be, és akkor egyértelmű, hogy hosszabbítanak vele, így, hogy első kört áldoztak be érte, teljes mértékben egyértelmű, hogy, hogy hosszabbítani kell, nagyon sorokban szorították magukat, és hát úgy érezték, hogy ez elkerülhetetlen, hogy hozzanak egy veterán játékost, végül is vele olyan nagyot nem tudnak veszíteni. Akintan a legjobban meglepődhetsz, az ugye Mike Remmers, hogy benragadt így a jobb oldali tekül poszton, tehát ő de eredeti helyétől eltérő pozícióban égett be a Super Bowl-on, most itt beírtam a jobb oldali tekülnek, de tény az, hogy ugye Kai Longot elhívták a nyugdíjból, visszatér az NFL-be, és hát nyilvánvaló, hogy jobb képességű játékos, még hogyha ő sokat gyakorolt guard poszton, akkor is, jobb oldali tekül helyre is van esélye, roszda miatt az egyiket kívül hagytam, ugye Longot a kezdőcsapaton, a másikat, ugye Duvernay fot beraktam, de hát ez egy olyan pozíciós verseny, ahol hogyha Jobb formát mutat Long, akkor nyilvánvalóan ő lehet a kezdő, akár gárdposzton is, hogyha jobban megy, mint az orvos, akkor ott, hogyha nem, akkor Ram Remmers helyén. Tehát jelen pillanatban semmit nem tudunk arról, hogy Kai Long mit tud, tudjuk, hogy milyen volt, amikor karrierje tetején volt, atletikusságban, fizikumban, nem valószínű, hogy ezt még egyszer el fogja érni, de hát ki tudja. Superbolon is látott játékosok közül ugye továbbra is elérhető Wiley, amennyiben be kell állni, Allegretti, aki így most már rutinnal felvértezett cserejátékos lehet, draftoltak két nagyon-nagyon potens fiút, ugye Creed Humphrey, center poszton van a legközelebb a kezdőcsapathoz, amennyiben a rutin nem számít, csak a teljesítmény, akkor én már Blight helyett őt játszatnám, de szerintem Andy Riedék nagyon sokat fognak adni arra, hogy komoly akciót látott játékosok legyenek a gyepen, és ugye Blight a Remszer játszott Superbolt is, úgyhogy Humphrey második sorban kezdi az idényt, aztán ha egyszer szerintem ő bekerül a kezdőcsapat onnantól kezdve nem fogják lehívni, illetve még a hatodik körben kiválasztott Trey Smith nevű Tennessee-beli is elképesztő potenciállal bír, csak hát neki egészségügyi gondjai voltak amennyiben ezen túl tudnak lépni, és ő is mondjuk egyszer muszájból felmegy a pályára, könnyen lehet, hogy beragad a kezdőcsapatba, mert tehetség szint alapján, mondom, túni mögött igen nagy verseny van, ő is simán odaérhet elképzelésem szerint. És akkor még nem is beszéltem Lukás Niangról, a tavalyi harmadik körben választott opt-out-oló offenzív tekülről. Róla is mindig nagyon jókat mondanak, hát nem tudom mi alapján egyébként, de tény az, hogy így rendesen megvariálná a történetet, hogyha ő is elkezdené dobálgatni a védőket jobbra-balra edzésen. Szóval az a lényeg, hogy van itt egy ötös, amit felrajzoltam, hogy ha amögé a második ötöst is kiraknám, akkor az egész ligában a legjobb második ötös lenne. Azt mondja, hogy a legjobb tízes lenne, az egy érdekes kérdés, valószínűleg igen egyébként, és akkor még Rájtör vissza se jött. Hát mondjuk nem, ér, nem csodálom ezek után, mert hát ez elég nagy a konkurencia, de egyébként a legnagyobb vonzás itt van a gyűrű felé. Ennyit akkor a falról nagy vonalakban. Mahomes kezdő lesz? Valószínűleg az lesz. Edward Hiller mellől most ugye Levion Bell távozott, nem igazolták újra. Jerick McKinnon érkezett így a kertek alatt csendben, és hát ő lesz az, aki majd pályára lépett, ugye San Francisco-ban szerepelt legutóbb, elfeledett ember, amennyiben pályára kerül, akkor majd az átlag ember meglepődik, hogy itt az ócsóért elhozott játékos hasonló képességű, mint a nagyszerű elsőkörös Edward Schiller, de hát ez már csak a poszt sajátossága. Kelszinek is biztonságban van a helye, és hát nagyon régóta reklamálom, hogy egy kettes számú tájtendet hogy nem tudnak az Isteni idehozni, aki esetleg tudna valami veszélyt jelenteni. Most Noah Gray személyében draftoltak egy srácot a gyukról, Mahomes már dicsérte, hogy rövidgatjában mindig elkapja a labdákat, Kíváncsi vagyok a szerepvállalására, mennyit lesz a pályán, hogyha annyit lesz, mint a korábbiakban, Kaiser, meg Beldozer, meg Demetrius Harris, akkor az nagyon sok snappet jelent, és szerintem abból ő sokkal jobban tud majd kijönni, mint a korábban említett fickók. Van a Clevelandben az a Florida Atlantikos gyerek, hogy hívják? A Harrison Bryant. Nagyjából egy hasonló karriert el tudok neki képzelni így első évében, abból meg azért jöhetnek fontos first -ok, meg touchdown -ok. Az elkapók közül, hát nyilván ugye Hill hozza azt, amit szokott, Hardman kicsit megégett így, mind magasabb szerepkörben résztvevő játékos, ugye Zevin Watkins már nincs itt, és helyette beírtam a kezdőcsapatba az első éves Cornell Powell-t, aki tavaly még ugye Clemsonban játszott, Szerintem ő egy alulértékelt figura, aki ebben a jól megszerkesztett rendszerben amennyiben kijön rá a figura, sokkal többet tud majd hozzátenni, mint azt a korábbiakban látott Demarcus Robinson vagy Byron Pringle, tehát minimum annyit, de inkább többet, mert még benne azért van fejlődési lehetőség. Illetve még egy nagyon-nagyon fekete ló Antonio Callaway, aki a Clevelandben még Hugh Jackson alatt mutatkozott be, egy ilyen nagyon atletikus, nagyon robbanékony gyerek, akinek hát a fejben azért nincs minden rendben. Ugye voltak eltiltásai, most visszaengedik a pályára, hogyha itt megembereli magát, akkor nyilvánvalóan még ő lehet belőle egy X-faktor, aki így felnő, akár harmadik számú elkapónak, vagy akár Hardman helyett is fontos snappeken lehet a pályán, de hát ez ilyen nagyon kevés százalék, mert aki fejben nem erős, az már ritkán szokott megváltozni, ekkora párfordulás bemutatva. Szóval ha valamiért aggódni akarsz az offense illetően, akkor ugye a harmadik számú elkapó játékos miatt aggódjál, hivatalosan ugye második számú elkapó, csak hát ugye Kelsey és Hill ki tudja, hogy éppen hol állnak föl, de hát rajtuk kívül azért én nem lennék annyira nyugodt, még hogyha van is potenciál a keretben. Azért itt nem arról van szó, hogy meccseket kell nyerni, hanem itt az egy gyűrűt kell nyerni, úgyhogy egészen más a standard. Defense-ből kevesebben távoztak, ugye Brillant hátulról, illetve hát a védőfalból Okafor és Kpassanyo már nem lesznek ott, hogy rotáció nem gondolom, hogy ezzel gyengülne, de mindenképpen megváltozik. Azért a Pesztrás miatt lehet aggódni, mert a Frank Clark hát olyan, amilyen, de hát, hogyha nincs a pályán, akkor végképp rutintalanná válik ez az egység, gondolom Mike Dana lenne a kezdő, a másik oldalon, hát vagy esetleg Taco csárton, de hát ő nem véletlen lett bassz. Én beírtam Joshua Kindot. Nagyon sok fiatal játékos beírtam egy ilyen vérfrissítés, fiatalítás mentén, hogy azért a Chiefs is csináljon valami változást. Szerintem nem ártana. Kindot Soká választották ki negyedik körben, de egy szuper atlétáról beszélünk, futball tudása az még hát nem igazán magas, de hát majd így dolgozgatnak vele, az biztos, hogy atletikusságban sokkal többet tudna hozzátenni, mint a korábban említett veteránok. És hát amit mondtam, hogy ezek passzanyont is szerették korábban a pályán tartani, az értelmezhetetlen volt a számomra. Kindo nem olyan értékes prospekt, mint egyik másik kezdőcsapatban várt Presser, de hát még hogyha arról van szó, hogy kivel tudsz a legnagyobbat nyerni, hát nyilván vele tudnál a legnagyobbat nyerni, úgyhogy Várom a kísérletezést. Belül nincs változás, ugye Chris Jones kirobbantatatlan, mellette a futást megfogja Nadi, de azért elhozták Jaron Reedet a Seattle-ből, aki hát talán még nagyobb névnek számít az itt látható nadi de teljesítményben meg nem. Seattle-i mi volt a miatt azért ő többet volt valószínűleg képernyőn. Mindegy, egyelőre annyiban maradok az elképzeléseknél, hogy Nadi-t írtam Jones mellé, de hogyha Gerard Reed kicsit felpörög, és jobb formáját mutatja, természetesen a tehetsége alapján be tudja előzni az elsősorban Ramstaffban erős Nadit. Illetve ott van Travel Varton, aki hát meglepetésre egész jól beépült egy harmadosztályú egyetemről érkezve, de hát ő meg behelysúlyú, ami a belső munkát illeti, tehát hogyha belőle csinálnának egy defensív endet, még azt is el tudnám képzelni, hogy, hogy működőképes lehet, mert azért ő most találkozott először rendes edzési körülményekkel, nem alábecsülve természetesen a Missouri S&T edzői programját. A linebacker sorban a papírforma az lenne, hogy Anthony Hitchens és Ben Neiman, hát akiket láttok folyamatosan, vagy esetleg szőrenzen még fellép linebackernek, valami ez lenne a papírforma. Én azt mondom, hogy itt legyen egy kis kockáztatás, megint csak fiatalitás, vérfrissítés és a potenciál keressenek, potenciális játékosokat, akik képesek eldönteni a mérkőzés. Nem csak ott jelen vannak, hanem nagyobb hatásuk van rá. És hát Nick Bolton újoncként képes lehet arra, hogy igazi ilyen tekül mágnes legyen, ami persze önmagában még nem azt jelenti, hogy jól is játszik, de amennyiben ott jönnek emberek labdával, rendszeresen meg fogja őket találni, és meg fogja tudni csinálni a szerelést. Emellé ugye Willy Gey jel kicsit én lyukra futottam előző évben, mert amellett, hogy ő is egy egészen csodálatos atlétának számít, azért futball ösztönei még nem voltak jelen, és ahhoz képest, hogy első évében is már arra számítottam, hogy jön majd egy ilyen üdes színfoltja lehet ennek a defensenek, hát nem valósult meg, és továbbra is a rutinra szavaztak. Most viszont már azért eltelt egy év, lassan itt az idő, hogy azért lássuk, éles körülmények között is, hogy mire lehet használni ezt a csodálatos testet. Egyébként mellette Bolton fejben teljesen kész van. Tehát én azt gondolom, hogy ő, ami a veterán erőt jelenti, amit ők extraként hozzáadnak, hogy átlátják a pályát, ebben Bolton szerintem már most kész van. Tehát, hogy amellé jönne, vagy hát egy ilyen, ilyen, játékos mellé jönne egy ilyen Tazmán ördög, mint Gé, aki mindenhova odaér, csak el kell neki magyarázni, hogy merre induljon. Szerintem ez egy csodálatos páros lehet hosszú távon, és azt szeretném, hogy ez már most elinduljon lehetőleg. Aztán majd könnyen lehet, hogy pofán ver a valóság, aztán az első héten majd Hitchens, Niemen és Szőrenzen váltogatják egymást ez így szokott lenni, de hát a Chiefs is tudja, hogy előbb-utóbb azért meg kell, hogy történjen a váltás. Ezen a poszton legalább fényes a jövő. Ha a gény nem is, Boltonnak ott kell lennie a csapatban a rövid távon. Van köztetek olyan, aki a kaszást hátulról hiányolja, ugye szőrenzent, de hát én úgy vagyok vele, hogyha a Chiefs eljut arra a szintre, hogy Tovább tud lépni már, és nem kell csodálatos Daniel Szőrenzennek egyik kedvenc játékosunknak a pálya lennie a snappek nagyobbik felében, akkor az már egy szép új világnak a kezdete. De hát nyilván, hogyha bármi baj van, hát ő, bejön, ő megcsinálja, de azért inkább legyen ez a Matthew Thornhill kettős az, amelyik a safety posztokat lefedi. Ugye Thornhill kidőlt decemberben, úgyhogy a playoffban nem vett részt, ezért lett kicsit elfeledett ember, de egyébként meg azért igazolta azt, hogy nem véletlen számolnak vele a kezdőcsapatban. Sneed első évesként a, a, slotban megállta a helyét, ezt továbbra is várhatjuk tőle, hogy hasonlóképpen teszi ugyanazon a helyen, szélen pedig Ward és Fenton, azt tudom mondani, amit az elején is, hogy kicsit ilyen felülteljesítő csapatrész ez a secondary, de hát ugye Tyron matthew a jelenléte az mindenkire jobb hatása van, sokkal könnyebb feladatuk van, és ezáltal jobban vannak, Hogyha szükség van veteránra, akkor ugye Mike Hughes esetleg be tud jönni, akivel cseréltek a Vikings-szal, cseréltek érte, és lehet, hogy itt majd újraéled a karrierje, illetve hát DeAndré Baker lehet még egy sötét ló, akinek már van egy év tapasztalata a Chiefs gyakorló csapatban, azok után, hogy ugye a Giants eltanácsolta a Kamu betörési ügye miatt tehetsége alapján nyilvánvaló, hogy ő azért mondjuk egy rasát Fenton előtt jár. Tehát amennyiben ezek a fiúk jó formában lendülnek, természetesen tudnak adni olyan rotációs lehetőséget, amivel azért hosszú mérkőzéseken át, egész 60 percen át azért el van a csapat. Szóval amire ki van találva ez a Chiefs defense, hogy ne legyen förtelmes, arra azért természetesen alkalmas lesz ez úttal is. Hogy ez most hanyadik lesz NFL szinten, az egy másik kérdés, mert összességében inkább közepszerűnek lehet mondani, semmint az élmezőnyben lévőnek, amiben a néhány statisztikai kategóriába bekerültek, de nekik az a lényeg, hogy ne rohanjanak át rajtuk, ne kapjanak hosszú, gyors testdánokat, és akkor majd mehonszék megnyerik. Erre természetesen a defense alkalmas lesz ezután is. Ha meg a fiatalok jönnek, elsősorban Boltonnal, de lehet mondani Gate is, Kindot is, esetleg Sneed és Thornhill fejlődését, akkor meg az egy új szintet jelent. Csak a Pesras miatt kell aggódni. Hát ez lett volna a Chiefs. Fognom kell a botot, úgyhogy most lehet, hogy majd mozog a kép. De az a lényeg, hogy 12 győzelmet írnak be, ez a legtöbb fogadóirodáknál, amit bármelyik csapat mellé beírnak. 16 csapatos, 16 meccses alapszakaszban is azért csücskös lenne de 17 lesz, és azt mondom, hogy meg lesz. Tehát most az a Chiefs akárki ellen játszik, hát azt mondod, hogy valószínűleg az ők nyernek, nem? Semmint, hogy veszítsenek. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez meg lesz. Fogadni nem akarok rá, mert 12 az igen sok érted. most fejbe vágják a harmadik héten, akkor mi van? Tehát most ez kockázatos lenne, de hogyha arról van szó, hogy lejátszák aránylag normális összeállításban, szerintem meg lesz. Még hogy el is veszítenek néhányat, oké, elveszítenek ötöt, még akkor is jó mert akkor, akkor, mondjuk push van. Mondjuk elveszítenek négyet, akkor még azzal is nyersz. Szerintem ez meg lesz. Sokat fognak nyerni. Most érted, a Chiefs ellen mikor mondod azt, hogy veszítenek? Nagyon-nagyon ritkán. Ha igen, akkor meg meglepődsz. Ez lett volna egy mai részben. Tegnap ki akartam rakni, vagy be akartam időzíteni egy videót, ezt meg letörölte a YouTube. Úgyhogy fogok jelentkezni majd egy ilyen rövid bejelentkezéssel, és azon majd úgy készüljetek, hogy a leírásban lesz egy link, felrakom valami challenge oldalra a videómat, amit a YouTube letörölne egyébként, mert hát jogdíjas. Vagy nem tudom, valakinek a tulajdona. Vagy csehek azok engedik. Úgyhogy lesz majd egy ilyen, egy ilyen rövid, és akkor ott majd a leírásban lévő linkre kattintva elvileg elérhető, és akkor majd nem tudom, kibeszélitek itt a kommentekben az alatt, ami majd bejelentkezés lesz. Szóval lesz valami ilyen rövid, ne lepődjetek meg rajta, és akkor jönnek majd még továbbiak is, természetesen, mert folytatódik a széria. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen a sok támogatást a korábbiakban is, szóban, írásban egyaránt, már szóban nem nagyon hallom, de de érzem, érzem, hogy jön. Illetve az új pártoló tagoknak is nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztak a régieknek, meg az, hogy régebben csatlakoztak. Köszönök szépen mindenkinek mindent, várjuk legközelebb is, szevasztok!